Tisztelettel köszöntöm Önöket, jó estét, Róna Jégon vagyok, az Egyenes Beszédet látják. Hát van miről beszélni, egyrészt kampányfinisben vagyunk. Nyilván egy-egy településen egészen máshol vannak a hangsúlyok, mint az országos sajtóban, talán kevésbé az országos méretűvé duzzadó botrányokon, de hát ezt is megbeszélhetjük majd vendégeimmel. Jó estét kívánok, két országgyűlési képviselő, a DK-ból Varjú László és Harangozó Tamás az MSZP-ből, és közben rögtön azzal kezdeném, hogy ne a botrányokról beszéljünk, hanem a friss hírekről. Mert van két jogi ügylete, ami valamilyen módon most elmozdult a holtpontról, vagy az egyik tulajdonképpen a befejezésig is eljutott. Hát ha a plakát ügyről van szó, akkor igen, a mai napon döntött, hogy hát hozta nyilvánosságra döntését az Alkotmánybíróság. Ugye rengeteg botrányt lehetett hallani az ország több részén, hogy egyszerűen hatósági eszközzel nem adják ki az engedélyt, hogy az ellenzékiek kirakják a plakátjaikat. Ezt volt, ahol maga a cég csinálta, tehát mondom nyugodtan az EON szórakozott a magyar demokráciával ilyen szempontból, mert mikor nem is tagadta meg, de nem válaszolt tisztessége, vagy egy másik cégre mutogatott, hol pedig maguk az önkormányzatok. Nálunk az utóbbi volt Szekszárdon, tehát augusztus végén tisztességgel az Egyesület megkérte a plakátolásra való lehetőséget. Az önkormányzat erre a levélre nem reagált, majd egy ilyen nagyon szorgalmas állampolgár följelentette az Egyesületet, és a helyi választási bizottság, meg utána nyilván a területi is, ahol a jelenlegi kormányzó pártok, akkor finoman fogalmazzak, és az önkormányzat többségben van, pedig elkaszálta az Egyesület, hogy lám-lám nincs neki engedélye. És ezt elvittük az Alkotmánybíróságig, és az Alkotmánybíróság ma elvéllel azt mondta ki, hogy alkotmány ellenes a választó jogi törvény, ezen passzusa, amit egyébként a legutóbbi módosításnál rakott bele a Fidesz. De emlékeznek a nézők, ez a magántulajdonban lévő oszlop, vagy egyáltalán tulajdonos hozzájárulása kell, hogy bármit ki lehessen rakni közterületen is. Eddig az elmúlt 30 évben automatikus volt, hogy az már egyre rövidülő kampányidőszak alatt legalább a jelöltek képeit, meg a szlogeneket ki lehessen tenni, az embereknek esetleg föltűnjön, hogy választás van, megismerhessék a jelölteket. És azt mondta ki az Alkotmánybíróság, hogy egyszerűen semmilyen garancia nincs arra ebben a törvényben, hogy ne lehessen visszaélni ezzel a szabállyal. Tehát magyarul kimondta azt, amit mi az első perctől mondtunk, hogy direkt. Ha nincs ez a konkrét precedens, úgy nem lehetett volna az Alkotmánybírósághoz fordulni, ugyanezt nagyon nehéz, meg, mert ugye 2-3 hónappal korábban? Nagyon nehéz, ugye, mert egyrészt ugye van ez az országgyűlési képviselők fordulhatnak, meg érintettek. Hát ez most gyakorlatilag az érintett kategória volt, mert hogy bizonyítani kell az érintettségemet, magyarul csak egy kampányban lehet megcsinálni, magyarul ez az egy megoldás. A másik ugye egy pécsi ügy, ami hát bizonyos mértékig meglepő fordulat, mert hogy azt gondolna az ember, hogyha nem sürgős, akkor Polt Péter egy kormánypárti politikust nem akar leszedni, vagy legalábbis nem akar eljárást indítani ellene semmiféle módon a választás előtt 2 nappal. Ehhez képest ma Polt Péter ügyészsége bejelentette, hogy a pécsi kormánypárti jelölttel szemben, Vári Attilával szemben, remélem jól mondom a keresztnevét, Vári Attilával szemben hamis tanúzás miatt eljárást indítanak. Legalábbis a nyomozást megkezdtek. Igen, hát ez egy közkincs volt az információ, azért is tettem föl Polt Péternek, nyilván a kampány az kampány, hogy hát megírták lapok, hogy ez a jó ember, aki a pécsi fideszes jelölt, ő egy másik eljárásban, egy másik büntető eljárásban hamisan tanúzott, azt hiszem, talán több-két ízben is erről szóltak a hírek, és én annyit kérdeztem nagy tisztelt a legfőbb ügyésztő, hogy miután az a másik eljárásnak a dokumentumai minden rendelkezésükre kerülnek, hogy ez valóban így volt, és hogyha így volt, akkor esetleg nem gondolja, hogy kéne valamit csinálni. Amin a műsor előtt mi is beszélgettünk, hogy engem is meglepett, hiszen a törvényes határidővel kiúszhatta volna a legfőbb ügyész, hogy már csak a kampány után válaszol. Ezt a választ korábban megküldte, és nyilvánosságra is hozta, magyarul azt, hogy megindították a nyomozást. Azt is hozzátenném, hogy a Polt féle ügyét, tehát a legfőbb ügyészségtől, akik nem a kormány szervei, azért nem kirívó, hogy előbb válaszolnak. Tehát nem arról van szó, hogy én életemben... Nem önmagában a válasz, hanem a helyzet meglepő. Igen, tehát nem, de ez a meglepő, hogy korábban válaszolt. De ebből de a szempontból... Nem az egyetlen eset, tehát eddig nekem majdnem mindig a határidőlejártó előtt válaszoltak, hogy ez most rendszerhiba volt-e, és nem figyeltek oda, vagy valami üzenet, azt én hadd nekik. Na de akkor ennek összefüggésében az, hogy a Simonka ügy most fordult ilyen élesre, hogy konkrét információkat kezdtünk el megtudni arról, hogy a nyomozóhatóság hol tart a fideszes országgyűlési képviselő ügyében, az megint csak hát a választás előtt pár nappal. Ugye ott az már egy hosszú ideje húzódó ügy,
és az, hogy eljutott abba az állapotba, és végre kiderül, most már ugye itt a nagy nyilvánosság előtt is egyértelműen, több mint 30 embert megvádoltak itt, másfél milliárd forintot, 1500 millió forintot költségvetési csalással, bűnszövetkezetben elkövetett módon, ott több országgyűlési képviselő, ma kormánypárti országgyűlési képviselők közvetett vagy közvetlen közreműködésével, családtagokkal, itt egy olyan machináció zajlott le, ami elképesztő. De hozzáteszem azért gyorsan azt is, hogy a Simonka csinálja ezt keleten, Újpesten csinálja a Wintermantel Zsolt, és nyugaton megcsinálja a Borkai polgármester. Ugyanezt csinálják, ellopják a magyar emberek pénzét, mahinálnak vele, és ilyen bűncselekmények. A Wintermantel ügy az pontosan hogy néz ki? Az konkrétan úgy néz ki, hogy az Adi Művelődési Központnak a telkét 500 millió forintért eladták úgy, hogy ugyanazt csinálták, mint Győrben, az értékesítés után hirtelen az önkormányzat átminősítette, és egyébként az 500 millió forintos telek azonnal 1200 millió forintot. A rend kedvére azért jogi megállapításokat ne tegyünk ebben az ügyben, mert jól tudom, nincsenek jogi megállapítások még sem jogerős módon, sem feljelentés első fokon. Folyamatban van. Hát az egy feljelentés, de az önmagában nem bizonyítja az elkövetést. Ez ügyben azért járjunk el óvatosan. A Simonka ügy mennyire tipikus? Csak egy mondat, az ártatlanság véleménye természetesen mindenkit megillet, de azért az egy elég erős dolog szerintem, amit ma a Simonka ügyben, ma ugye új információként kijött, hogy amikor már elkövette a disznóságot, utána megpróbálta ugye befolyásolni a hatóságokat, lefizette, hát a megpróbálta, az nem arról szólt, hogy nem tette meg, hanem hogy nem volt értelme. Hát valamiért adott 20 millió forintot az Asztóriára, eljuttatta egy NAV ellenőrnek. NAV ellenőrnek egy közlítőn keresztül, illetve a felszámolókat, hogy minden igaz. Ha jól értem a jelenlegi helyzetet, sikeresebben. Aztán ők is fizette le, és itt hívnám fel a figyelmet, hogy ebben az ügyben évekkel ezelőtt még Fecser János egyébként volt képviselőtársad, igen, volt képviselőnk, ott helyben kezdte el ütni a vasat nagyon keményen, és egyébként ők is akkor bukkantak rá, amikor a felszámolási eljárásban a család, illetve a családi cég vagyontárgyait látták, hogy elkezdik dobra verni. Értékesített. És akkor álltak neki az ügynek, és nagyon-nagyon kitartóan ütötték, vágták, és emlékszem őszintén, hogy körülbelül utána kezdték, illetve Gőgő Zoltán képviselőtársam megkérdezte az agrárminisztert, hogy a magyar állam érvényesíti az ott elveszett pénzét, és utána kezdtek ezzel az ügyel érdemben foglalkozni. Hadd forduljak valami. Ez csak azért mondom, mert van mert olyan példa, van amikor kitartással azért lehet eredményt elérni. És utolsó mondat, bocsánat, de szerintem ezt Laci is érteni fogja, mert muszáj az asztalra tenni. Szerintem a többit is érteni. Simonka, nem úgy, hanem, hogy miért mondom és miért veszem el talán picit túl az időt, de Simonkát ne felejtsük már el, amióta a mentelmi jogát felfüggesztették. Azóta is még a Fidesz megyei elnöke volt, jelenleg is a Fidesz választókerületi elnöke, és a mostani önkormányzati választásra úgy fognak a békés megyeiek elmenni szavazni, hogy a Simonka által kiválasztott és a Simonka által felkent polgármesterjelöltekre meg megyei közgyűlési listára kell majd szavazniuk. Én azért erőteljesen elgondolkoznék most már ezek után, hogy ehhez még egyszer adjam a nevemet. Na akkor mégiscsak jogos volt a felvetés, hogy milyen érdekes, hogy két munkanappal a választás előtt sikerült ezt az ügyet is ilyen részletességgel tárolni az ügyészségnek. Önnel most mi van, képviselő úr? Ugye azt tudjuk, hogy Polt Péter kérte a mentelmi jogának felfüggesztését egy tavaly a választási kampányban lezajlott, vagy állítólag lezajlott ügy kapcsán. Elég hosszan tartott, amíg rájöttek arra, hogy kivel kávézott, vagy nem tudom, mit csinált egy nyilvános helyen. Hát az, hogy Polt Péter mit gondol arról, és mikor kezdeményez valamit, az láthatóan itt inkább a választástól függ. A parlament már hónapok óta nem ülésezett, még majdnem egy hónapig nem is fog ülésezni, de úgy érezte, hogy ő neki lépést kell tenni, kezdeményezést tett a ház elnökénél, hogy engem valamilyen módon elmarasztaljanak. De hát tekintsük ezt olyannak, mint ami a választási kampány része, az, hogy tulajdonképpen a rendőrség után beszállt, az állami számvevőszék után beszállt az ügyészség is gyakorlatilag a kampányba. Az ügyészség legalábbis a sajtóközleményük szerint azt állítja, hogy van egy olyan hangfelvétel, amiben valamilyen választási bűncselekményt követtem el. Én ezt nem tudom, hogy ez micsoda, én nem tudok róla, engem nem kérdeztek meg, nem hallgattak meg, hát majd érdekel. Egy kávézóban találkozott egy függetlenként induló jelölttel, és megpróbálta rávenni
arra pénzjuttatásért cserébe, hogy ne induljon. De hát ez nagy ostobaság. Ilyen biztosan nem történt. Mondhatnám hazugság, de hát attól függ, hogyha szándékosan állítják, akkor pedig ugye... Azt mondja, hogy nincs ilyen felvétel. Nem történt ilyen. Az, hogy volt találkoztunk ellenzéki képviselőtársakkal, volt egyeztetés, az, hogy most ki mit vett fel, és abból ebben a nagy felvételkészítő időszakban ki mivel próbálkozik, és de ami ennél fontosabb, hogy ezekben a beszélgetésekben az ügyészség mit próbál belemagyarázni, na az, ami ilyen szempontból talán itt választási oldalról is elfogadhatatlan. Úgyhogy ha kell, akkor természetesen megvitatjuk ezt, akár a parlamentben, akár a bizottságokban, de majd meglátjuk, hogy mi történik. Én azt látom egyelőre, hogy ha most az előbbi témánál vagyunk, akkor egy kelettől nyugatig inkább azt látom, hogy óriási a szakadék abban, amit a Fidesz mond, és amit cselekszik. És emiatt ugye ezek a képviselők, akik itt vannak, azok nagy bajba kerültek. Ezt jól érzem, hogy a Borkai ügy kapcsán az ellenzék zavarban van már a tekintetben, hogy ez túlságosan gyorsan zúdult rá a közvéleményre. Először eléggé nehéz volt reagálni, különösen mondjuk Győrben, a helyben volt nehéz reagálni, amennyire én ezt itt Budapestről követni tudom. És hát nem is voltak felkészülve arra, hogy van esély Győrben. Hát ugye ilyen szempontból az, hogy zavar keletkezett, ugye az egészen biztos, hogy ilyen típusú kampányban ilyen eszközök nem jelentek meg. Itt az, hogy megjelent, és hogy ennek hatása van magára az egész folyamatra, ilyen mocskos eszközökkel korábban nem éltek. Én azt hiszem, hogy a zavart igazából az okozza, hogy tulajdonképpen a bajtársiasság keretében elhangzott mondatok, hogy vigyázzanak egymásra. Ezek az üzenetek sem hatnak most már a miniszterelnök részéről. Másik oldalról pedig olyan események, olyan eszközök vannak, vagy olyan videók jelennek meg, ami óriási ellentétben van azzal, amit egyébként a Fidesz magáról állít. És a kispesti történet, ott Kunhalmi Ágnes a sajtótájékoztatón, amit tegnap tartott, azt mondta, hogy az MSZP-nek ezzel nincsen dolga egyelőre, mert hogy nem hisznek a felvétel valódiságában, de hát a felvétel valódi, csak azt nem tudjuk, hogy hány részletből hogy van összeállítva. Tehát látunk egy felvételt, legalábbis furcsa. Nem kellene egy feljelentést tenniük? Egy perc türelmet, csak az előzőre azért hadd reagáljak, mert szerintem nem csak az ellenzék volt zavarba itt a Borkai. Hát az, hogy a kormány oldal zavarban, az mondjuk nem, érthető. Nem. Szerintem az egész ország zavarban volt. Így van, azért mégiscsak egy új műfaj az, amit itt láttunk, igen. És igaziból, ez magánvéleményt is mondom, most az persze más, hogyha valaki a keresztény szabadságot építi éjjel-nappal, és ezt szeretne az egész világra is kiterjeszteni. Jellemzően akkor ezek szerintem magára értve, és szerintem ez ami miatt egészen felháborító a dolog. Tehát, de azért mégiscsak ezek egy olyan magánéleti dolgok, amik nem szoktak a politika. És Magyarországon még nem szokott a politika része. Nem. Utána, amik jöttek, a 200 milliót hogy veszek le egy számláról egy utazás előtt? Hogy kerül egy számlára még 3,7 milliárd forint? Mindenkinek magánrepülőgépe van közben. A repülgetés. Aztán, hogy az Audi főnöke ott áll mellette, majd aztán, ha visszagondolunk rá, akkor egy fél évvel ezelőtt az Audi főnökét visszahívták is. Tehát, hogy azért itt egy egészen durva, szövevényes történet kerekedik ki, amiben a legkisebb szerepe van annak, hogy végül azon a pénzen egyébként Mauritiusra mentek, vagy jachton, nem tudom én mit csinálni. Még egyszer visszautalok rá. Azért Orbán Viktor is magángéppel... Része nyilvánvalóan nem a szexről szól. Így ezt akartam nagyon szépen körülírni. Bocsáss még. De azért Orbán Viktor is magángéppel röpködött az elmúlt időszakban. Azért Rogán Antal is maga helikopter repült helyderőtyűzni valami esküvőre. Igen. Csak azokra nincs felvétel, és szerintem ami miatt nagyon durva ez a dolog, mert itt most azért láthatja, amit a kedves választópolgár, hogy hova megy az a lóvé. Ne mossuk össze azért az Orbán és a Rogán történet azért nem ebbe torkollott, mint amit itt a videókon látni lehet. Tehát azért arra vigyázzunk, hogy azért az más. Nem a szexuális részéről beszélek. Az összes, többit meg nem látjuk a videón. Azok egy ilyen hír, de mondjam már meg őszintén valaki, hogy a miniszterelnök milliárdos haverjának a magángépén ingyen utazni, az miért lenne már különb, mint a hálózat tagjaival, akikről kiderül, hogy ilyen pályázati pénzt kaptak, olyan EU-s pénzt, mindenki a képen, ma 2-3 nap alatt összedte a sajtó, a képen minden szereplő, még a hölgyek is, uniós támogatásban részesültek. Mivel különb ez, mint hogy az ország miniszterelnöke a milliárdos haverjának a magánképével biztos a rászorulás elve. És én akkor is megnéztem, ez több
Több millió forintos. Elmegy az időnk, és Kispestre visszatér. Nem tudom elengedni önöket Kispesti témánkért. Kispestre visszatér, mert azt kérdeztem. Mert hogy ez így kerek. Egyrészt valóban az MSZP-nek annyi dolga van, hogyha ez bebizonyosodik, akkor lépjen. Kettő, én úgy tudom, hogy ma megszólalt egyébként Gajda Péter is, aki szintén azt mondta, hogy ha ez bebizonyosodik, akkor nincs helye a közéletben. És ő azt elhiszi, hogy ön elismeri meg azokat az embereket. Én azt hiszem el, amiről most jelenleg szó van, hogy az nem bizonyított, hogy ez egy valós felvétel. Hogyha bebizonyosodik, hogy valós felvétel, azt gondolom, hogy Gajda Péternél erősebb adatokat nem lehet mondani, és neki erre lehetősége is van, hogy meglépje, akkor nincs keresni. De ezek a felvételek Gajda Pétert is vádolják. De vegyük ketté, ugye van egy videó, ahol ami Zacskóval, én ez egyébként egyik videót sem néztem végig a végéig, mert nekem ez az én gyomromnak kicsit sok, de sokat olvastam róla. Meg vannak különböző hangfelvételek, amiket a Magyar Nemzet naponta tálal a különböző feldolgozásba. Ez utóbbinál meg egyértelműen vitatható, legalábbis a helyi szereplők szerint, hogy ez egy valós felvétele. Vitatják. Borkai ugye azért picit más, mert ott egyrészt látunk minden, másrészt maga Borkai Zsolt is beismerte, hogy ez egy valós történet. Azt az egy mondatot hadd tegyem csak hozzá, hogy és eközben, ami minden itt látható és minden egyértelmű, ebben az esetben sem a belügyminiszter, sem az ügyészség nem érzi úgy, hogy neki egyébként cselekedni valója lenne, hanem ehelyett csumákolnak és nem tesznek semmit. Hát kénytelenek lesznek, mert feljelentések mentek az ügyészség irányába, tehát arra valamit reagálni kell. Képviselő úr, köszönöm szépen. Köszönjük.